tűzharc a laktanyában, szerencsére csak vaktölténnyel. Nem filmforgatáson jártunk, hanem iskolások laktanya bejárásán. A budapesti Varga István szakgimnázium diákjai látogattak el a székesfehérvári Nagy Sándor József híradó és vezetés támogató ezredhez. A mintegy 530 középiskolás és 30 kísérő tanáruk egy teljes katonai akció élményét kapta a lelkes katonáktól. A katonai konvojt terroristák támadták meg, őket kellett semlegesíteni. Katonai nyelven fogalmazva a rajtaütés elhárítását, illetve a válaszcsapást nézhették meg a diákok. Mindezt szakmai narráció mellett. Láthatjuk az erősítést, érkezik elő az UAZ-ban, utána a harcjárvő és légy a vontatógépjárvő. Harcjárvő úgy foglal állást, hogy amikor érkezik a vontatógépjárvő, hogy ők végrehajtják a vontatást, A támadókat szerencsére sikerült likvidálni, és a helyszín biztosítása után a terroristákat átvizsgálták, fontos térképeket és iratokat keresve náluk. Katonai szervezetünknek május 28-án van az alakulatnapja, és így 28-a körül mindig szervezünk nyílt napokat. Amennyiben az iskoláknak ez nem felel meg, és évközben, tehát tanévközben szeretnének hozzánk ellátogatni, természetesen erre is van lehetőség, és most is egy jó példát láthatunk erre. Most is egy jó példát láthatunk erre, amikor is október 1-ére tette az iskola a honvédelmi nevelés program keretében megrendezett laktanyalátogatását, miszerint ide jöttek hozzánk Székesfehérvárra, a Nagy Sándor József laktanyába a diákok. Mindössze 530 fő jelent meg a laktanyánkban, de ez minket nem riaszt el, ugyanis színes programokat szerveztünk a részükre. A látogatók a látványos és hangos bemutató mellett az ezred fő profiljával, a híradás technikával ismerkedhettek meg közelebbről. Egyrészt egy tábori híradóközpontot is felállítottunk, ahol egy őrmester úr bemutatja a bent lévő technikákat, illetve a két gépjárműből az egyik az kifejezetten érdekes, ugyanis egy páncélozott csapatszállító, egy BTR, ami szintén egy híradástechnikai eszközzel van felszerelve, és ezt is nagyon-nagyon kedvelik a tanulók. A laktanyában vannak régi jó szovjet gyártmányú technológiák, de a modern kor vívmányai is megjelennek, például egy 2015-ös évjáratú híradósátor formájában. Nekünk is fejlődnünk kell, ez a sátor például, ez teljes mértékben a levegőt tartja. Tehát ebben nincs semmi fém, rúd, meg semmi ilyesmi. Teljes mértékben ugye levegővel van megmerevítve, mondhat. Tehát amikor ezt települünk, akkor ezt kiterítjük, és egy kompresszorral felfújjuk, és kész. Ez nagyjából egy félórás procedúra, és én ezt nagyon szeretem benne, hogy igazából ilyen egyszerű telepítés, nem az, hogy ez a cső, ez ide megy, az a cső, meg oda, és akkor most az a cső, hol nem, ez időhúzás. Egyszerű, felfújjuk, kész, használatba lehet venni. Alapvetően ez egy híradó és informatikai központ, erre van a HIC rövidítés, és per S, mint sátor. Ennek az alapvető rendeltetése az ugye híradó és informatikai kiszolgálás. Ez annyit takar, hogy híradás. Nem tudom, ez a szó, valakinek nem mond semmi. Híradás, két számítógép kommunikál, két katonai rádió kommunikál, híradásról beszélünk. Ennyi igazából. De ennek a sátornak nem az a dolog, hogy ez a két gép beszéljen, mert annak nem sok értelme van, mert mi értelme lenne. Ez tulajdonképpen arra lett kitalálva, hogy ez egy olyan állomás legyen, ami nagy távolságokra képes kommunikálni a kinti antennának a segítségével. Ezt lehet elmondták, hogy milyen távolságokra jó, hogy működik. És ez igazából, tehát nem arra van, hogy ide vagy a sportály másik felére kommunikálják vele. Persze ezt is lehet vele csinálni, de ez nem feltétlenül a legjobb kihasználása ennek a rendszernek. Ez tényleg a Afganisztán, Koszovó, tehát ezekre a missziós, illetve műveleti, illetve háborús területekre tudunk kommunikálni pillanatok alatt. Persze, tudom, miért nem írunk egy e-mailt egymásnak, tudom, 30 másodperc az egész. Azért, mert az katonai szempontból nem jó, mivel így nem tudunk minősített információkat továbbítani, minősített és titkosított, tehát NATO szigorúan titkos, ilyesmi. Ilyen információkat képes közvetíteni, pillanatokon belül tényleg, tehát olyan távolságokat legyőz pillanatokon belül, hihetetlen. A levegővázas sátor legfontosabb kelléke a 1,5 millió forint értékű laptop, melyet a hadseregnek fejlesztett a gyártó. Az ütés, csepp és porálló érintő képernyős eszköz megragadta a fiatalok fantáziáját.
A híradós tisztől pedig azt is megtudtuk, hogy miért van szükség az egységek közötti kommunikációra. Nem olyan borzalmas, mint elképzeltek, hogy katona bejön első nap fegyver, és akkor menjél és háború, nem. Ez egyáltalán nem így néz ki. Ez egy nagyon összetett család, mondhatni így, és ezért hát sokáig. Tényleg nem azt képzeltek, hogy mindenki lövész. Én valószínűleg lövés közelében nem leszek soha az életemben, mert ezért vagyok felelős, hogy meglegyen a kommunikáció két egység között. Lehet, hogy ez degradálónak tűnik, úgyhogy katona vagyok is mégse, de látjátok, mégis van ilyen is, és létezik, és kell is, és nagyon fontos. Mert ha belegondoltok, hogyha nem tudunk kommunikálni egymással, akkor mindenki magára van utalva. Egy páncélozott harcjárműben ülök, ami az én pacifista szemléletemmel egy kicsit meglepő a részemről, de nagyon nagy élmény ide beszuszakolni a nagy testemet, és körülnézni itt a laktanyában, hogy milyen modern felszerelés van, ez egészen elképesztő, milyen műholdak, milyen híradás technikai dolgok vannak itt, hogyha én azt javaslom, hogyha az ember iskolaigazgató vagy tanár egy iskolában, egy középiskolában, akkor hozza ide a gyerekeket, mert egy nagyszerű egésznapos program, nagyon izgalmas, nagyon látványos és nagyon modern itt minden, úgyhogy gyertek gyerekek! Ezen a foglalkozási helyen két állomást, két technikai eszköz fogok nektek bemutatni. Az első egy BTR-80-as alvázon, egy PK-2-es rádióállomás, a benne található technikai eszközök, van benne három rádiókészülék, a kettő norvég gyártású Kongsberg MV-300-as, illetve egy amerikai Harris-Cig által gyártott AMPRC-150C, ez a pontos típus megnevezése. A Harris rádió az egy rövid hullámú frekvencia sávban dolgozó RH rádió, a Kongsberg cég által gyártott rádiókészülék az egy URH rádiókészülék. A hatótávolsága sok mindentől függ ez, de körülbelül egy RH tartományban egy 200 km-es hatótávolsággal bír. Rendelkezik az állomás távvezérlő képességgel, illetve laptopokra kötve adatátviteli képességgel szintén, illetve NATO Secret szintig titkosítani tudjuk rajta a vonalakat. Én fel akarok látni. A fél óra alatt felállítható műholdvevő antenna is lenyűgöző, mert automatikusan beáll a kívánt csatornára, és akár 2 gigabyte adatátvitelre is képes. A diákok fegyverzett technikai előadásban is részesültek, melyet szabad foglalkozás követett. Látott már amúgy valaki ilyet, vagy voltatok már hasonló előadások? Hoppa, hölgy! Akkor most segítesz szétszedni, ha megkérlek? Hát életben nem, de filmekben vagy játékokban igen. Szuper, nagyszerű. Megmutatom, hogy hogy kell akkor először, jó? Tokfederet azt felnyitjuk, hevedert kivesszük, adogató alap, erretoló szerkezetet azt kiszedjük, zárat kiszedjük a zárkeretből. A PKM-nél az ütőszeget relatív egyszerű kiszedni, csövet egy retesz ellenében ki tudjuk húzni. A fegyver kettes technikai kiszolgálásra, azaz egy felhasználó szintű ellenőrzésre, illetve tisztításra készen áll. Rakaszt le lehet venni. Minden egyes fegyverszélszedés természetesen töltetlenség ellenőrzés előz meg. Az összerakás pedig fordított sorrendben történik. Ütőszeget visszatesszük a zárba. Majd a zárat a zárkeretbe. A zárnak van egy kényszerpályája, az első több billentyűt húzzuk hátra, a zárkeretet előre toljuk, helyre toló szerkezetnek szintén, majd zárjuk a tokfedelet, és végeztünk. Ki fogja megpróbálni? Évek óta csinálunk ilyen programokat szeptember 29-e környékén, tehát régen a régi rendszerben még a Pákozdi csata emlékére voltak ünnepélyeink, ez most nem annyira volt jellemző utóbbi években, és hogy elviszik őket különböző helyekre, pont ez a Pákozdi is az előtti évnek volt a programja. Ebben az évben egy itteni helyi kapcsolatom segítségével tudtam fölvenni a kontaktust a hadnagy hölgyel, és ő javasolta azt, hogy jöjjünk ide, a létszám nem volt akadály, beöltünk a buszokba, és itt vagyunk, és óriási élmény úgy néz ki. A rendezvény teremben a Toborzó Központ tartott előadást, ahol a katonai szervezet rendeltetésével és feladataival is megismerkedtek a fiatalok. Az újonnan átalakult altiszt képzést is bemutatták az acélkocka programot. Ez egy egyéves képzés, mely előtt 30 napos alapkiképzés során választják ki az altiszt képzésre leginkább alkalmas jelentkezőket.
érettségi bizonyítvány és 18 betöltött év szükséges, a toborzó irodákban lehet jelentkezni. Legjobban a kommunikációs sátor tetszett a legjobban, hogy tényleg egy modern hadseregünk van, és nagyon gyorsan felállítható ez a sátor, és gyorsan tudnak kommunikálni a egységeinkkel. Mi volt ott a legmodernebb dolog, amivel találkoztál? Hát például az autók, az újak, most a csapatszállító eszközök, azok például kifejezetten nagyon újak, és megütik az európai hadszintérnek a szintjét, és már mondhatjuk magunkat egy elég fejlett hadseregnek ezek által. Érdemes tehát iskolás csoportokkal ellátogatni a laktanyába, egyrészt azért, mert remek szórakozás, kikapcsolódás a gyerekek számára, másrészt pedig azért, mert a jövő honvédői is akár kikerülhetnek a soraikból.